Hello, csillimjánások! Gábor vagyok a Burning Angelből, és üdv a mai csili csevejben. Közeledik a hosszú hétvége, illetve itt a tavasz, és a legjobb idő barbecuezni, grillezni. Szóval a mai fő témánk e köré fog épülni. De először is hagyd mondjam meg, hogy igen, elkészítettük, amit múlt héten ígértünk. Kész a lázdramunk, kész a barbecue-unk, sőt, barbecue-ból van egy kicsit nagyobb adagunk is. Illetve a lázdram esetében kicsit hallgattunk rátok, visszavettünk a csípőségből, hogy jobban inkább középkategóriás erősségű legyen a szósz. Több mindenhez fel tudjátok használni, nem annyira csípős most már így. Whiskyből nem spóroltunk, de állandóan kóstoltuk. Na, grill barbecue. Mi a különbség? Ugyanis utóbbi időben elég sokszor mondjam innek, hogy megyek, barbecue-zok együtt, és grillrácson süt. A legfontosabb különbség az idő. Egyik az, hogy hát a grillezés az magas hőfokon, közvetlen lángon történik, lehetőleg füst nélkül, és általában húszszeletekről van itt szó, zöldségek, gyümölcsök, amiket rövid idő alatt igazából megsütnek. Míg a barbecue-zás nagyon sokáig tart, általában nagyobb darab hússal, nem közvetett hőn, azaz nem láng fölött, hanem például egy offset smoker esetében, gőzmozdon smoker, a tűztér teljesen másutt van, mint a sütődob, és füstön legtöbb esetben. Ami még másik nagy különbség, hogy a grill, ahogy említettem, nagy hőfokon gyorsan sütöd meg, addig a barbecue-t egy, hát legideálisabb 110-120 fokos hőmérséklet tartományban, de mindenképp 150 fok alatt érdemes sütni, a fölött sajnos bármiféle hús kiszárad. Illetve hát nagyon sok esetben 6-8, illetve attól nagyobb időtartam kell a húsnak, hogy elkészüljön. Ami egy óriási előnye az, hogy a jó minőségű fával, általában gyümölcsfával szokás füstölni, vagy sütni, ez azt jelenti, hogy még plusz ízeket kap, és egy jó minőségű hús esetében nem kell tényleg oda semmi, csak sóbors. De aki úgy dönt, hogy esetleg szeretne magasabb szintre vinni, hát annak tényleg egyiket tudom, több dolgot tudok ajánlani. Egyik az, hogy nagyon sok esetben azért túl jó minőségű marhát nem fogsz nálunk találni barbecue-zásra, ezért maradnak inkább a disznótarják, amit kezdőknek is nagyon jó, illetve nagyon, nagyon kellemesen lehet fűszerezni. És hát erről szeretnénk ma beszélgetni. Az egyik, hát igen, kezdjük a fűszerrel. Rubicon, ez a fűszerkeverékünk. A kávés fűszerkeverék, a Rye Island Roastery, a Dunaszerdahelyi kávépörkölőnek a braziliai kávéját használjuk hozzá. Nagyon gyönyörű, jellegzetes illata van magának a kávénak is, magának ennek a rubnak is. 2,5 kilóba pluszba kellett, amíg meg lett találva rendesen a fűszerarány. Úgy csináltuk meg, hogy elsősorban barbecue-záson működjön, de grillezni serpenyőben szintén kényelmesen tudja az ember használni. A másik pác, ez nekem a egyik személyes kedvencem, a Killer Tomatoes Paradicsom Jam, ez New York-ban aranyérmet is nyert. Édesanyám receptje. Hát ez édes, ez dominál az édesség benne, viszont megvan a paradicsomnak a savasság, ami a sütés folyamán is megmarad, és egy enyhén pikánsz tudsz. Ezt tényleg lehet grillezésnél, rengetegszer használjuk sütőben, ha valamit sütünk, szia cica. Ott, és akkor jönnek, hát a barbecue. Te! Egy elnézést, üveget akart lelökni, azt nem. Szóval, a barbecue-unk, centuri stílus, whisky és csipotle van benne, ez adja a füstösséget. Szóval kimondottan azért is van füstös íz, hogy tud akár sütőben is használni. Bocsánat, de a macska közben szórakozik. És ez nem is annyira grill, barbecue szósz. Hát a barbecue-nál a szószokat a végén szokták legtöbbször használni egy moppingra. Ez egy mopping szósz, a nedvesítés a végén.
Grillezéshez, vagy inkább grillezéshez inkább tudnám még ajánlani az intrónkat, a tárkonyos szalszánkat, akár húspácként is, akár csak hozzárakni. Egy körbe kimaradt a körömnyírásban. Illetve hát, ami az abszolút te, az a pedig igaz, a chili showink. Itt most van a démonunk. A Red Mix nevű chili keverékünkből és egy kis édespiros paprikából készült, illetve sóval, és ezen kívül még van két másik fajta csilisónk, amik tényleg, hogy grillezéshez, naturhúsokhoz, illetve vajas kenyérhez vannak így kitalálva. Na, azt mondtam, hogy rövid leszek, és mégsem annyira sikerült. Akkor gyorsan ugorjunk a végére. Hétvégén megtaláltok minket, pontosabban szombaton a Csiliszközi piacon. Visszük a nagy barbecue-t, visszük az új lázdramot, illetve visszük a többi klasszikus cuccot, és hát tényleg be fogunk készülni most erre a hosszú hétvégére, hogy mindenki jöhessen grillezni. Én is holnap... Te! Cica! Holnap pácolom a húst. Oda bújt be nekem. Szóval holnap pácolom be a húst, hogy vasárnap tudjak sütni, főzni vele. Le fogja nekem dönteni. Szóval jó, akkor most ennyi. Köszönöm a figyelmeteket. Cica. Sziasztok.